Hát azért itt is van egy 34 fok most. És... Pedig itt be vannak húzva a függönyök. Bizony. Sőt. És akkor milyen védekezési technikák vannak még? Hát a függönybehúzáson kívül az állandó ventilátor működése. És kinyitom a bejárati ajtót, és egy kicsit hagyom, hogy a belső folyosóról jöjjön egy kis hűvösebb levegő. És akkor lehet elérni mennyit? Hát fél fokot, egy fokot. És akkor éjszakára mennyire? Le lehet-e küzdeni 30 fok alá? Az a hát kérdés. Csak akkor, hogyha tudom már, hogy ilyen éjfél tájéka van, éjfél egy óra, akkor itt lehet nyitni az ablakot, és akkor már lehet utána aludni is. Mióta lakik itt? 30 éve. Az igen. Hát akkor a 30 év alatt már ki lehetett munkálni azt, hogy... Hát igen, kénytelen voltam, mert más lehetőségem nem volt, illetve most talán majd lesz, de hát az még odébb van egy kicsit. És a légkondi? A légkondi az egy nagyon érdekes dolog. Megrendeltem a bizonyos cégnél, futásszolgálat majd jön, mondta ő. Oké, rendben van, most már 3 napja SMS-ezünk, hogy majd ekkor meg, mindig egy nappal később küldi az SMS-t, hogy majd ekkor küldi, meg akkor küldi. Na most én közöltem, hogy én 17-én vagy át tudom venni, vagy 18-án már nem tudom átvenni, mert szóval azért nem igaz, hogy egy hét alatt nem tudják elküldeni azt a bizonyos mobil klímát. Most meddig van itt ilyen meleg? Hát azért egész este ilyen meleg van. De már arra gondolok, is. Hogy mitől július, augusztus, tehát egy hát, 3 hónapot kell kibírni. Igen. És utána visszaáll a normális. Utána úgy visszaáll a normális levegő, sőt, akkor már utána nagyon kellemes szeptemberben. Amikor már megjönnek azok az átlag 20-25 fokos melegek, akkor már teljesen normálissá válik a levegő itt bent a lakásban. Nézzük, hogy közben melegedett-e valamit. Hát annyi, 33-34. Ez van most. Hát akkor szurkolunk érte, hogy jöjjön valami hidegfront. Hát köszönöm. Én már várom, én már nagyon várom. Sőt, állítólag vasárnap éjszaka érkezik egy front. És ami leviszi már 29 fokra a külső hőmérsékletet, és akkor ettől a perctől kezdve már itt is elviselhetőbbé válik 2-3 nap múlva a lakás.